Tamás nyert egy szennyvízpályázata nem csak a város, hanem Pári és Nagykonyi települések lakóinak is megteremti a fejlődés lehetőségét. A két településen kiépült teljes egészében a települési szennyvízhálózat. Tamásénak pedig két dolog miatt jó. Egyrészt a korábbi szennyvízes pályázatunkból kimaradt a szennyvíztelepünknek a felújítása és bővítése. Márpedig ez elodázhatatlan, hisz közel 50 éves ez a műtáj, tehát muszáj hozzányúlnunk. Tehát a teljes tisztító rendszere megújul a tamási szennyvíztelepnek, emellett pedig egy kapacitás bővítés is fog történni. És ez azért is lényeges Tamásinak, bár a belterületen a szennyvízhálózat majdnem teljesen ki van építve, de a két üdülő területet nem érintette a korábbi projekt. Tehát egy következő ütemben, nem ezen pályázat keretein belül, egy következő ütemben lesz arra lehetőség, hogy a két üdülő területet is bekapcsoljuk a város szennyvízhálózatába. A projekt a jelen tervek szerint 2-3 év alatt bonyolódik le. A beruházás nem önkormányzati, hanem állami finanszírozással és kivitelezéssel zajlik majd konzorciumi keretek között. Közel 7,3 milliárd forintos támogatást kapunk egy kehopos uniós pályázat keretében. Nincs önerő, tehát 100%-osan finanszírozott pályázatról van szó. Mivel a tervek készen vannak, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a jövő év második felében elindulhat a beruházás. Rövidesen a város két gyalogátkelő helye válik biztonságosabbá. Én nagyon érdekes helyzetben vagyunk, hogy két úgynevezett okos zebra kerül reményem szerint minél hamarabb kiépítésre vagy elhelyezésre a város két olyan pontján, ahol gyakorlatilag nagyon forgalmas gyalogátkelő van, és mindenhol sok gyereket is érint, mert ugye az egyik egy katolikus általános iskolához vezető zebra, a másik pedig a város központ, ahol gyakorlatilag szinte mindenki, gyerekek, iskolások, de felnőttek is nagy számban haladnak át, és hogy jobban belátható, jobban használható legyen, és figyelemfelkeltő, ezért egy úgynevezett okos technológiát fogunk alkalmazni, remények szerint hamarosan. Nehezen lehet belátni ezt a két keresztődésnél lévő közút által, és ez nagyon hangsúlyos, hogy az állami területen végezzük ezt a beruházást, úgyhogy az a vád nem érhet minket, hogy akár talán az előző interjúmból is kiderült, amikor az iskolaépítésről volt szó, hogy a város, amikor tehet valamit azért, hogy akár egy zebra biztonságosabb legyen, akkor nem azzal foglalkozik, hogy kinek a dolga, hanem megpróbálja megvalósítani. Kicsit szomorú is vagyok, mert ezt az iskola kezdéssel szerettük volna készíteni, de pont az üzemeltető közútnak a hosszas szakmai, állásfoglalása, hogy finoman fejezzem ki magam, annyi egyeztetést kívánt, hogy a mai testületi ülésen is még plusz egy döntést kell hoznunk, hiszen a műszaki tartalom az utolsó pillanatban is változtatásra kellett, hogy kerüljön, de remény szerint innentől kezdve már nincs akadály, úgyhogy a kivitelezővel hamarosan nekiláthatunk. Ez egy érzékelőkkel felszerelt okoszebra lesz, tehát amikor valaki áll majd a gyalogátkelőnél, hogy át kíván hajtani, akkor ez gyakorlatilag jelez az autósoknak mindenfajta fényforrással, sőt egy a lábvonalában még egy ilyen világító fény is kigyullad arra az esetre, hogy tényleg biztonsággal lehessen látni a gyalogosokat. Nem kell megvárni egy baleset veszélyes helyen, hogy tényleg bekövetkezzen a baj, mondta Széles András. Ha meg lehet előzni a tragédiát, menjünk elé.